volna a szuperkupát. Acél és Füle is nagyszerűen fejelnek. Illés. Szabad ember, Sallói. Milinkovics. Kovács Kálmán Puglicssal párban. Megint az a visszafordulós csele. Nagyszerű labda a másik oldalra. És egy óriási helyzet. Milinkovics. Fél tucat szögletnél tart a Kispest honvéd. Korrai fejeli le. Kovács. Sallói Illés felé. Gólhelyzet. Zitzer. Illés. Bánfi. Sallói. Lefordul az emberéről. Most kéne, hogy a többiek helyezkedéssel segítsenek neki. Kovács Kálmán. Szerencséje van. Óriási helyzet. Hát oda lövi, ahova akarja. Azt nem mondom, hogy ide akarta. Nincs rajta védő. Állíthat. Viszont. Jól megy el. Kovács Kálmán átengedi, ügyes, Sallói. Illés. Sok a passz. Sok az adogatás. Acél lépett oda, Puglics rúgja el. Mintha rúgó falra rúgná, Hán vissza. Kosta! És gól, Illés! Hú, Kosta mekkorát hibázott. Illés jól érkezik viszont. Vezet a Kispest honvéd. Illés a tavalyi gólkirály, megszerzi a mérkőzés első gólját. Kosta kijön, de nem éri el, mellé nyúl, ott az üres kapu, és Illés befejeli. Hán az egykori Váci teszi be, és talán jelképes, hogy a tavalyi gólkirály fejel gólt. Illés Béla a 49. NB1-es gólja. Egy hiányzik a fél százhoz. Milinkovics harcolja ki a labdát. Forrai indul. Megpróbálja betenni középre Kassa és Sallói. Sallói a labda. Illés helyzetben, belül a 16-oson, Illés, nagy cselek. Oh, ott volt Kovács Kálmán az ötösöm. Na nézzük, lesz ebből valami. Kovács Kálmán. Illés. Kovács indul be, ott a helyzet, gól! 2-0, Kovács Kálmán. Második félidő 10.